Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az idei 2022-es évvel kapcsolatos feladatokat oldunk meg. Aktuális hónapunk a március, így akkor a feladataink főszereplője a hármas. Két feladatot is oldunk, amely a hármassal kapcsolatos. Az első egy nagyon egyszerű, egyszerű számkifejezés, viszont a másodikban láthatjuk, hogy már hatványok is szerepelnek, sőt, faktoriel is. Nézzük akkor a bemelegítő feladatunkat. Számkifejezésünk így szól. 3 plusz, zárójelben 3 plusz 3, szorozva következő zárójelben 3 plusz 333, és a végén plusz 3. A feladat tartalmaz zárójeleket, így egyértelműen először azokat kell, hogy kiszámoljuk. A 3 plusz 3 az 6, a 3 plusz 333 pedig 336. Így akkor a feladatunk 3 plusz 6 szor 336 plusz 3. Miután megszabadultunk a zárójelektől, a következő legfontosabb művelet a szorzat. Így akkor nem az összeadásokat, hanem a szorzást végezzük először. Akár fejből, akár külön leírva elvégezhetjük ezt a szorzást. 336 szorozva 6-tal érdemes megcserélni a tényezőket. 6 x 6 az 36. Írom a 6-ot, jegyzem a 3-at. 6 x 3 az 18, plusz az a 3 az 21. Írom az 1-et, jegyzem a 2-t. És 6 x 3 18, plusz az a 2 az 20. Így akkor a szorzat értéke 2016. A két hármast külön össze is adhatom, 3 plusz 3 az 6, így akkor a végén ennek a két számnak az összege 2022. Miután eléggé bemelegítettük a csejtjeinket, nézzük akkor a folytatást. A következő feladatunk már egy picit bonyolultabb. Az első zárójelben 3 mínusz 3 három osztva 3-mal. Majd következik egy másik zárójel. 33 szorozva 33-mal, mínusz, majd egy hatvány, 3, és a hatvány kitevünk úgy szintén egy kifejezés, 3 plusz 3 három osztva 3-mal. És mindezek végén 3 faktoriál. Természetesen a zárójelekkel kezdünk. Viszont a zárójelen belül figyelnünk kell a műveletek sorrendjére. Nézzük először is az első zárójelünket. A zárójelben található osztást tehát először ezt kell elvégezni. A második zárójelben található egy szorzat, ez lesz majd az elsődleges, illetve a hatványnál a hatvány kitevő, úgy szintén egy számkifejezés, először ezt számoljuk ki. És hát a feladatnak egy különleges része a három faktorjel. Induljunk ezekkel a részekkel. Az első zárójelben 3 három osztva hárommal az egy. Így akkor a zárójelünkben marad csak röviden 3, 1. A feladatban a két zárójel között nincs semmi sem. Viszont tudjuk, hogy ez egy szorzat, így akkor, ha valakinek úgy könnyebb, nyugodtan kiteheti a szorzás jelét. Jön a második zárójelünk. A második zárójelen belül, ahogyan már megjelöltük, először is a szorzatot végezzük el. Szorozzuk össze tehát a 33-at 33-mal. Talán a legegyszerűbb, hogyha különét leírjuk, 3 x 33 az 99, haladok balra, 3 x 33 úgy szintén 99, és ha ezeket összeadom, 9, 9 plusz 9, 18, maradt az 1, és 9 plusz 1 az 10. Ezek szerint 33 x 33 az 1089. Esetleg, hogyha valaki nem szeretné leírni, akkor egy picit kis logikázhatja mit jelent a 33 x 33. Ha egy kicsit fölírom tényezők szorzataként, 3 x 11, illetve 3 x 11, a 3 x 3 az 9, a 11 x 11, négyzet számokról tudjuk, hogy az 121, 9 x 121, 9 x 100 az 900, 9 x 20 az 180, az már 1080, és 9 x 1 az 9, így is kijött az 1089. Gondolom, sokan úgy vannak, hogy inkább leírják és írásban összeszorozzák. Viszont azok, akik nem nagyon szeretnek szorozgatni, illetve szeretnek logikázgatni, nyugodtan alkalmazhatják ezt a módszert is. Vissza is írhatjuk akkor a zárójelünkben az 1089-et. Elérkeztünk a hatványhoz. Nézzük a hatvány kitevőt. 3 plusz 3 osztva 3-mal. Tudjuk, hogy először is az osztást végezzük el: 3 osztva 3-mal az 1. 1 plusz 3 az 4. Így akkor ez a hatványunk, tehát mínusz 3 a negyediken. És akkor nézzük, mit is jelent a feladat végén 3 faktoriál. A faktoriál azt jelenti, hogy az itt látható számot össze kell, hogy szorozzuk a tőle kisebb természetes számokkal. Vagyis 3 x 2 x 1. 3 x 2 az 6, 1 x 6 az 6, vagyis a 3 faktoriál az egyenlő 6-tal írhatjuk is a feladat folytatásában, hogy plusz 6. Figyeljük most a zárójeleket. 3 mínusz 1, az 2. Ezt kell, hogy szorozzuk a zárójelben. Egyelőre még csak lemásolom az 1089-et, hiszen ki kell számolnunk, hogy mennyi is az a 3 a negyediken. Vigyázat, 3 a negyediken az nem 12. A 3 a negyediken azt jelenti, hogy leírom a 3-ast, mégpedig 4-szer, és összeszorzom őket. 3 x 3 az 9, majd a, fel, a folytatásban úgy szintén 3 x 3 az 9, 9 x 9 az 81. Tehát a zárójelben 1089-81. És a végén a plusz 6-ot csak folytatásban lemásolom. Nagyon közel vagyunk már a végeredményhez. Először is meg kell, hogy oldjuk a zárójelben lévő különbséget. Így tehát kétszer, és ha 1089-ből kivonjuk a 81-et, az 1008, és ehhez még hozzá kell, hogy adjunk 6-ot. 2 1008, az 2016, plusz 6, az igen, 2022. És ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk. Várlak benneteket a jövő hónapban, amikor is majd a 4-es lesz a főszereplő számunk. Megnézzük, hogy a 4-es segítségével hogyan tudunk 2022-t kapni. Köszönöm a figyelmeteket!